770 éves Hort. Bővült a Tenki óvoda épülete. Átadó Lőrinciben. Köszöntöm nézőinket! Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. 770 éves Hort. A születésnap alkalmából ünnepséget szervezett a település önkormányzata. Az eseményen részt vett Szabó Zsolt, 60 és heves térségének országgyűlési képviselője, és Juhász László, Hort polgármestere. Nagy a vigadalom Horton. A falu 770. születésnapját ünneplik az itt élők. A település az elmúlt majd 8 évszázad alatt többször elnéptelenedett, de mindig újjáélett. Az egész életünket. Itt születtünk, idevalók vagyunk, és innen nem is megyünk el. Remélem, nem kell elmenni. Nagyon szeretünk itt lakni. Nyugalmas, nyugodt, jó helyünk van. Jó a társaság, meg különben is jó élet folyik itt, hogyha a vírus nem szól közbe. Mink a nyugdíjas klubban sokat bulizunk. Nagyon sokat. Én már 81 éves vagyok, tegnap múltam 81 éves, de egy nagyon-nagyon jó banda, nagyon jó csapat vagyunk. Sok a barátnő, minden este kinülünk a padon, és kérem szépen, ott elbeszélgetünk, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Habár mondjuk az életünknek az egy részét, mint dinnyések éltük más falukba, de mindig hazajöttünk, mindig idehúzott a szívünk, és nem mennénk el semennyi pénzért. Nem csak a bölcsek, de a fiatalok is szeretik szülőfalujukat. Úgy gondolom, hogy ezeket a rendezvényeket, mint most is volt, és ezeket a fellépéseket nekem ezt jelenti, és hát igazából szeretek itt élni, mert vannak ilyenekre lehetőségek, és igazából tök jó összetartó közösség vagyunk, és egyszerűen szerintem ez egy különleges egy faluba, hogyha így összetartunk. Mi nagyon régóta táncolunk együtt, és úgymond együtt nőttünk fel, egy hatalmas nagy család vagyunk, pláne így, hogy nagyszülők, anyukák együtt táncolnak velünk, így még jobban azt jelent. Mi a jelenben azon munkálkodunk, hogy rendbehozzuk épített környezetünket, az önkormányzati közösségi épületeket, utakat, tereket. Olyan vonzó települést szeretnénk építeni, amiben jó élni idősnek és fiatalnak egyaránt. Célunk, hogy a fiatalok itt maradjanak Horton, illetve vonzó legyen más fiatalok számára is. Erős elhatározásunk, hogy gyarapodjanak és virágozzanak a társadalmi és civil szervezetek, egyéb közösségek, melyek közelebb hozzák a falu lakóit egymáshoz. A polgármester hozzátette, céljai közt szerepel a korábbi fejlődési ütem visszaállítása a faluban. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a hortiakat. Isten éltesse 770 év után Hortot. Még legalább ennyit, de jóval többet. Az, hogy a fiataloknak, amit most átadunk mi Hort település néven, legalább olyan jót, hanem jobbat és erősebbet tudjanak majd átadni ők is ennyi idő után. Új épületszárnyal bővült a Tenki óvoda. A fejlesztés topos forrásból valósult meg, mintegy 80 millió forintból. Szűkös volt már a hely a Tenki csemetéknek, ahol a gyarapodó gyermeklétszám miatt bővíteni kellett az óvodát. Régi vágyuk teljesült, egy új épületszárnyal bővült az intézmény. A meglévő két csoportszoba mellé egy harmadikat is átadtak, így Isten áldásával korosztály tekintetében szeptembertől már nem keverednek az apróságok. Terület és település fejlesztési operatív programból valamivel több mint 80 millió forintot nyertünk. Ebből bővítettük a már meglévő két csoportos óvodánkat három csoportossá, és egy nagyon fontos dologgal, egy tornaszobával bővültünk, és hát ez különösen a mostani világban, amikor a gyerekek keveset mozognak otthon, itt ez rendkívül fontosnak tartottuk. Szem előtt tartják, hogy a mozgás az alapja a szellemi fejlődésnek is. A Magyar Falu Program közel 4,5 millió forintos támogatásával megújul a Csicsergők udvara is. Biztosítva a kicsik egészséges életmódjához tartozó mozgásigényt, a bővítésbe egy tornaszoba is belefért. Már most láttuk is az átadón a sok mosolyt, hogy végre mozoghatnak, és nem a szűkös csoportszobák átrendezésével lehet csak mozogni,
így azt gondolom, hogy minden sportág, minden egyes terület előtérbe kerülhet, és a mozgásuk azért nagyon nagyban fog fejlődni, és ha átkerülnek az iskolába, a hatalmas tornaterembe, nem csak néznek és figyelnek, hanem be is tudják mozogni azt. A gyarapodó lélekszámnak köszönhetően a 2021-es évre más előremutató terveik is vannak. Minden gyermekről gondoskodni szeretnének. Ami a következő lépés, az a bölcsőderesz, ezt a pályázatot elnyertetünk, és nem sokára indul annak is az építése. Az iskola melletti üres önkormányzati telken történik majd ennek a fejlesztésnek a továbbvitele. Mindig fontos, és talán a legfontosabb, amikor a gyermekeinkért teszünk valamit. Ez az óvoda is ezért volt kiemelkedő. A gyermekek és az utak, ezt tudjuk, hogy mindenki így látja, hogy ezek fontos dolgok. Ma a Tenki gyermekekért tettünk nagyon nagy lépést előre. Segítve a családokat, a szülők munkavállalását, a bölcsődő megépülését követően a legkisebbek felügyeletét is meg tudják majd szervezni. Új játszóteret, kültéri kondiparkot és multifunkcionális pályát adtak át Lőrinciben. A fejlesztés a Zöld Város program által valósult meg. Lufik és gyermek zsivaj. A Zöldváros 2 projekt részeként átadták a játszóteret és a mögötte található sportpályát Lőrincin, kedd délután. A gyerekek alig várták, hogy birtokba vehessék a grundot, erre azonban egy picit várniuk kellett. Tessenek átvágni a szalagot! Virágzó városunk. Talán ez a legfontosabb. Egy lépésről a másik lépésre Lőrincit folyamatosan fejlesztjük. Adj uram, de azonnal tudjuk, hogy nincs és nem létezik, azonban mindent megteszünk azért, hogy egy gyönyörű új főtér, egy gyönyörű város jöjjön itt létre, és mindenki, aki itt él, aki itt lakik, gyerekes szülők, fiatalok, idősebbek jól érezzék magukat. Megint tudtunk előre lépni, hiszen egy gyönyörű játszótér, egy közösségi tér kerül átadásra. Mindannyian emlékszünk, hogy előtte ezen a téren mi volt, és honnan jutottunk el idáig, hogy elkészült a mai napon ez a fejlesztés. És hát még van több dolog a tarsolyban, ami előttünk áll fejlesztés szempontjából. Utalok itt a város, vagy a terület többi terére, vagy például az országútra, ami itt van előttünk, ami reméljük jövő tavasszal szintén meg fog újulni. Amint egy 400 millió forintos beruházás által a játszótér melletti főtér is megújulhatott. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb átadásunkra kerül sor, hisz lehet látni, hogy elég sok gyermek megjelent itt a főtéren, mert ezt nevezhetjük főtérnek, mert nagyon szép lett. A Zöldváros 2-ből a Kegyeleti Park oldalán található játszóteret, kondiparkot és a multifunkcionális sportpályát adjuk át. Erre azért volt szükség, hogy minél hamarabb átadjuk, hisz még jó idő van, a gyerekek hagy élvezzék a játszóteret, a sportpályát, a kondiparkot, mert ez nekik készült, és én azt mondom, legfontosabbak az utánpótlás, a felnövekvő fiatal generációja, hogy tudjunk nekik olyat mutatni, ami a mai kornak megfelelő. Az ünnepséget követően a kicsik rögvest kipróbálták, a mászókákat, a hintát és persze a játszótéren található csúszdákat is. A nagyoknak pedig a sportpályán kezdődött el a játék. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán helyenként alakulhat ki eső, zápor, zivatar, többfelé élénk lesz a szél. Hajnalban 13-19, napközben 21-28 fok várható. Csütörtökön mások napsütésig érkezik, helyenként élénk lesz az északi szél. A friss reggelt követően délután 26-30 fokot mérhetünk. Pénteken zavartalan lesz a napsütés, felhő alig lesz az égen, csapadék nem várható, a maximumok meghaladhatják a 30 fokot is.